A vissza nem térítendő támogatás kiszélesítése további növekedést hozhat az ingatlan piacon és az építőiparban is. A 2015 júliusában bevezetett támogatás jelentős mértékben hozzájárult az ingatlan piaci növekedéshez, és emelt a lakások négyzetméter árán is. A pénzintézeteknél pedig bátrabban vesznek fel lakásszélú hiteleket. Erősítette meg az egyik legnagyobb ingatlan értékesítő hálózat nyíregyházi irodavezetője 35 perc című műsorunkban. Valóban nagyot lendült a csokkal együtt igényelt hitelek száma. Hát igazából körülbelül egy éve kezdődött ez el, hogy a használt lakásvásárlásra is, és az új építésű ingatlanok megvásárlásához is igénylik azt a bizonyos 10+10-es, tehát a 3 gyerekes csokot. A kisebb értékű ingatlanoknál úgy szintén van, aki ezt önerőként ennyit tud beletenni az ingatlanába, és ugyanúgy megkapja. Nyilvánvalóan megfelelő törvényi követelményeknek eleget kell tenni az ügyfélnek is és az ingatlannak is, de nagyobb értékű ingatlanoknál is, akár egy gyerekre is, négy gyerekre is, most olyan ügyfelünk van, aki 4 gyerekkel kell szeretni majd ezt a bizonyos csokot igénybe venni. A csok elsősorban a gyermekekkel rendelkező családok lakáshoz jutását segíti. A 10+10-es új lakáshoz járó támogatáson kívül használt lakásvásárláshoz, hiteleknél is egyre többen igénylik az állami támogatást. A bankok egyszerűsítették az igénylés menetét, de fontos kritériumoknak kell megfelelniük a hitelt felvevőknek. 180 napos folyamatos munkaviszonyt kell igazolnia legalább a házaspár egyik tagjának. Nem lehet a KHR-ben semmilyen szinten nem szerepelhet pozitív, nem lehet már hitele, mert az ugye rontja a hitelképességét. Apróságoknak tűnnek, de például a gyerekeknek is mindenkinek kell, hogy legyen személyigazolványa, anélkül nem lehet, és az egész család egy címen kell, hogy bejelentve legyen, mert volt már ebből is kösszekuszaság, de ezt is tisztázni kell. Nem lehet semmilyen köztartozása a egyik félnek sem, tehát a NAV-tól kikért nullás igazolással kell ezt igazolni. Amennyiben vállalkozás is van a családban, a vállalkozásra vonatkozó igazolást is ki kell, hogy a vállalkozásnak sincsen semmilyen adótartozása. Ez a térkép az egyik országos napi lap hasábjain jelent meg, és azt mutatja, melyik megyében mennyi igénylést nyújtottak be családi otthonteremtési támogatáshoz. Meghaladta országos szinten az 56 ezeret a családi otthonteremtési kedvezmény szerződőinek száma, 153 milliárd forint támogatást nyújtott az állam csokra.